a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A szentmise áldozatot Elmúlt Jánosért és Elmúlt Margitért ajánljuk föl. A mai napon megkezdődik az új liturgikus esztendő, és a szentírási szakaszokon keresztül maga Jézus Krisztus, a Szent Háromságos Egyisten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek is új lendületet szeretne adni nekünk a keresztény életünkben. Testvéreim, vizsgáljuk a lelkiismeretünket, és várjuk a bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr Szent titkait. Semmit sem sejtettek mindaddig, amíg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az ember fia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Virasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, melyik nap jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a házadat tudná, hogy mikor jön a tolvaj, virasztana és nem engedné, hogy betörjék a házába. Legyetek tehát ti is éberek, mert az ember fia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium. Kedves testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus ezen az adventi első napon megfújja a harsonákat, és szeretne a lelkileg fölébredni. A lendületet nyernénk az új liturgikus esztendőben. Ezért ismétli refrénszerűen, hogy legyetek éberek, legyetek készen. Éberek, vagyis nem hallgó. És ha erre azt válaszolnánk, hogy de Uram Jézus, hiszen mi éberek vagyunk, hiszen most is itt vagyunk, az egyház része összegyűlt ebbe a templomba, és hogyha a pap a te tanításodat adja át, akkor te vagy a tanító. Éberek vagyunk, hallgatunk a szóra. És te újítod meg a pap által az oltáron a kereszt áldozatot, és ennek a szeretetéből szeretnénk részesülni, nem, de éberek vagyunk. Mit szeretnél más éberséget? Egész esztendőben, minden vasárnap ott vagyunk a te közösségedben, a részegyházban, a templomban, és mindig így szeretnénk részesülni belőled a tanításból, a hitből, ami kiárad a közösségben jelenlévő Krisztusból, a hitből, ami kiárad a kenyér és a bor színe alatt rejtőző istenségedből, az áldozat szeretetéből, és így tovább. Milyen éberséget, milyen lendületet akarsz tőlünk? És a válasz az Krisztusnak, aki az egyházban működik, és ezért a római levél részletét felolvassuk, hogy Szent Pál 58-ban Krisztus szenvedése, halála, föltámadása után, akkor, amikor Kis-Ázsia szerte a mai Törökország és Görögországban is, sorra már megalakultak az egyes egyházak.
amikor a mai Szíria területén, és persze Palesztinában, egyházak alakultak, hova tovább, Rómában már közössége van Isten népének, Isten új népének, a kereszténységnek. És akkor Szent Pál apostol ezt írja Rómába, a Korintusból, vagyis a mai Görögország területéről az ott élő keresztényeknek, hogy ismeritek az időt, amikor föl kell ébrennetek álmatokból. Friss keresztények, felnőtten megtértek, olyanok, akik nagyon fontosnak tartják, hogy a friss élményeket állandóan megújíthassák. Amikor megtapasztalták felnőtt módon, hogy mit jelent Isten templomának lenni, mit jelent megszabadulni a régi sötét életből, és egy új életet kezdeni, megújítani az életet, és nem engedik ezt. És Pál minden további nélkül azt mondja nekik, hogy ismeritek az időt, amikor föl kell ébrednetek álmatokból, és azt mondja nekik, hogy tegyétek le a sötétség tetteit, cselekedeteit. Öltsétek föl a világosság fegyvereit. Éppen most újultak meg életükben. És Pál minden további nélkül, annélkül, hogy ismerné a római közösség tagjait, minden további nélkül ezt az üzenetet adja nekik, és teli találat. Hát mennyire inkább most, akik legtöbben nem élték át azt az élményt felnőtt korban, hogy felfedezték Jézus Krisztust, a nyomába szegődtek önként, és alig várták a napot, hogy a vízzel leöntve a Szent Háromság megfüggessen őt lelkében, és Krisztus képe is hasonlása legyen. Alig várták, és amikor beteljesedett, megtapasztalták ennek gyönyörű élményét, boldogságát. Nem volt a legtöbb keresztények ilyen ma Magyarországon, hanem csecsemő volt a keresztelőképnek az. És úgy érezzük sokszor, mint egy vándorúton lenni, hogy belenőttünk abba, hogy a vasárnapra kell menni misére. És azt gondoljuk, hogy mi hozunk áldozatot, mert mi elmenünk. És Szent Pál nekünk is szól, és Krisztus az apostolán keresztül nekünk is, hogy föl kell ébrednünk, mert álmunkban vagyunk. Mert az áldozatot ő hozza, és nem mi. És nekünk örvendezve kellene részesülnünk abból a szeretetben, ami megnyilvánul itt az ő szentmise áldozatán. Hogy alig várjunk, hogy jöhessünk. És hogy nem lehetne már korábban indulni, ezt kellene mondani. Nyitott szívvel, nyitott lélekkel, hogy részesülhessünk a kegyelmekből. Mert az advent az a várakozás jelenti, az Úr eljövetelének várakozását, és ez több szinten van meghirdetve. És az éberségre éppen azért van szükség, mert az több szinten meghirdetett várakozásnak a döntő eleme a ma várakozása. A most a jelenben akarom, hogy az Úr Jézus, aki föltámadott, eljöjjön hozzám a lelkembe és ajándékaival megszólja az én lelkemet. Mert hogyha minden napon ittennel ebben a várakozásban, ma akarok találkozni a föltámadottal, ma akarom ezt mondani, hogy számtalan szó a lelkemben, hogy Maranatha, jöjjön Uram Jézus, ne késd meg egy hozzám gyere el, akkor biztos, hogy nem fog váratlanul érni bennem, hogyha ma vagy holnap Krisztus valóban eljön történelmileg ebben a világban, és véget vett ennek a világnak, és újjáteremti ezt a világot. Nem fog váratlanul érni, vagy ugyanígy, hogyha engem szólít el éppen ma, nem fog váratlanul érni. Vagy a karácsony ünnepen, amikor maga az Isten tartogat a számunkra lelki örömöket, mert a Szent Liturgia játékát, a szent játékát figyelembe veszi az Isten a mennyben, és valóban a meghirdetett alkalmakkor kegyelmeket áraszt ki. Jézus születésének ünnepét várva a ma jelenben kérjük, hogy most szülessél meg, a mai napon is, és holnapi napon ismét, hogy a mai napon is jöjjön és szülessél meg a lelkemben.
vagyis bármit is mondok Adventről, az Úreljéletről, a várakozásról, most a jelenben kellene aktualizálni, most kellene a lendület, a hitben való fölfrissülés, a készen lét, hogy legyetek készen, mint hogyha most kellene bemenni a mennyek országába. De Jézus még nem hív meg, ezért ő jöjjön el, és ő húzza a mennyország örömét. Most kellene ezzel a fiatalos hitlendülettel mondani, hogy jöjjön el a te országod, vagyis te magad jöjj el hozzá. A lelke nyitva tárgyal. Vessük le a sötétség cselekedeteit, azokat a cselekedeteket, amelyeket az ember röskölne és szégyelne a mások látnál. Egy egész mennyország tanulja a cselekedeteinket. Hova tovább attól tartok, hogy nem lövök menni a gondolataimnak. Hiszen, hogyha én gondolatban, magamban köszöntöm a Szüzanát, és kérem, hogy imádkozzon értem, nagyszerűen értem. Attól tartok, hogy a többi üdvözült lélek is, aki éppen úgy ember, mint a Szüzanya, bár a Szüzanya kiváltságos ember, de éppen az az emberi természetben rendelkezik, a megdicsőlt állapotban még a gondolatainkat is látják. Nincs sötét a mennyekben levők számára, és ez nem csak azt jelenti, hogy odaállt örök világosságban, hanem azt is, hogy nincs sötét és rejtett dolog az ő számukra itt a földi életben, még a gondolatainkat is olvashatják. Hát akkor ez azt jelenti, hogy állandóan nappalnak megfelelően kell éljek. Mindig a Krisztus jelenlétében, mindig az ő tetszését keressem. Ez az ébresztő, ez az ébrenlét, a készenléti állapot, keressem és kutassam, hogy mi az ő szent akarata, hogy aszerint éljek ma, most. Aszerint gondolkodjak ma, most. Aszerint beszéljek ma, most. Vajon mi lehet ez? Izaiás proféta, aki Krisztus előtt 740 évvel körülbelül gyönyörű szép látomást írt le, jegyzett le. Nekünk szól, ma van a végső idő. Szemben ez a Szent Pál, akit idéztem az előtt, amikor Efeszusból ír a korintusi egyházba, akkor azt mondja, hogy az Ószövetségnek a történéseit és történeteit, proféciáit és az egész addigi kinyilatkoztatást a jelen kereszténység számára írták meg tulajdonképpen. A mi okulásunk. Nézzük meg, hogy azok, akik azt állítják, hogy a Bibliában lévő dolgok, ósdi dolgok, azt félre kell tenni, ma már modernebb életet él az ember, már nem kell azt úgy venni, te is öreg vagy már, mondja a rokonának a fiatal, neked való az, nekem mennem, én fiatal vagyok. Nézzük meg, hogy ugyanezek az emberek egyebet se csinálnak, mint a múlt történelmét veszik elő, az emberiség történelmét, arról készítenek filmeket a ma okulására. Azt tanítják a katonai akadémiákon, hogy hogyan voltak a régi történelmi csaták a ma okulására, és egyebet se csinálnak, mint a múltat idézik föl a ma okulására. De amikor Jézus Krisztusról van szó, aki a legmodernebb tanítással állt el, mert senki nem tudta azt, hogy van mennyek országa, de van pokol és tisztító tűz is, akkor ezt félre kell tenni, mert úgy, a legmodernebb, az ember keresi egyfolytában a boldogságát ebben a világban, és Krisztus azt állítja, hogy a boldogságot én vagyok, ez a legmodernebb tanítás. Engem kell elfogadni. Ezért Izaiás látomása is a végső időkről, hogy ez történik, nekünk szól, és most teljesedik be. Rattan menjünk fel az Úr helyére. Vagyis az Anya Szentlélekhez. Hadd tanítson meg minket útjaira, hogy járni tudjunk ösvényei. Pontosabban, hogy járjunk az ösvényei. Az ő útjai az evangélium. Az ő útja Jézus Krisztus, a tanítás, amit le kell másolni. Amikor ma arra gondolunk, hogy az ő születésének ünnepe rökke egy hónapra, vagy nem tudom mennyire van,
akkor velem menni egy hónapra, ugye a 26-a van. Akkor gondolunk-e arra, hogy most kellene az Úr Jézust lemásolni, vagyis egy ennyi idővel a születés előtt a Szent Szűz méhében ott van, mint magzat, és hihetetlen tanúságot tesz az Isten és az ember iránti bizalomról, az Atya iránti bizalomról, a Szűzanya iránti bizalomról, Szent József iránti bizalomról, mert vállalja azt, hogy az élete, az emberi léte egy asszonyon és egy emberen, vagyis Szent Józsefen és Szűzanyán múlik, hogy hogyan lesz az élet, és nem fél. Igen, ám, de ez a két ember ismerte az útjait, és éberek voltak a tanítást illetően. Minket is erre tanít, hogy nekünk nem egy asszonyra és egy emberre kell rábíznunk magunkat, mint egy magzat a szüleire, hanem mint egy magzat, aki alig indult el a lelkélet fejlődésében, és még mekkora lehetőségek vannak a növekedésre. Egy, mint egy magzat, rábízunk magunkat az egyház tanító hivatalára. Rajta menjünk fel az útjaira. Hadd tanítson meg minket útjaira, hogy járni tudjunk ösvényre. És nem akarunk más tanítást. Ebben akarunk növekedni. A látomás gyönyörű, a békéről, hogy a sok nemzet mind oda az arándokon, az egy igaz Istennek és az egy igaz Istennek a királysága egyetemes minden nemzetben, az egyházban már is valószínű. A sok nemzetű egyházban, ahol nem akarnak az emberek harcot, ahol aki oda belé a kardjából ekét kovácsol, a lándzsárából meg szőlőnek szőkést, vagyis amikor eddig harcba állt a másik emberrel, a békét keresi, és a harc helyett a munkaharcát vívja meg. És hogyha már harcról van szó, a keresztény is harcoljon, de nem ám olyan fegyverekkel, ami megüli a másikat, akár test szerint, akár lélek szerint, a szája fegyverével, a viselkedésével, a szeretetlenségével, a ridegségével, mivel öli a másikat, vagy adott esetben pontosan a fegyverekkel, amelyek bombákat jelentenek, amelyek lövöldözést jelentenek. Nem, a keresztény is harcol. És éppen ennek a harcnak az eredménye lenne, ha ez sikeres lenne, a béke a Földön. Mert a harc így volt, hogy öltsétek föl a világosság fegyvereit, vagyis a szeretet és a hit páncélját, mondja Szent Pál, az első keresztény írásban, ami megmaradt, a Tesszalonikaiakhoz írt első levélben, 50. Öltsük föl a hit és a szeretet páncélját. És sisakjanyát mondja ő, vagyis sisakként, az üdvösség reményét. Öltözzünk be abba a szeretetbe, amit Krisztustól naponta tanulunk kell lemásolni, aki nem kímélte önmagát az egész emberiség áldozni tanításban, életben, a magzattól tanuljuk ma. Utána a megszületettől, hogy hogyan volt az, hogy alázatosan, mint embernek tanulni kellett írni, olvasni és egyéb más dolgokat. Az, aki nem szűnt meg egyfolytában Isten lenni, egylényegű Isten az Atyával és a lélekkel. Micsoda alázat, de most a magzatnál tartunk, hogy kicsik vagyunk és növekedünk el. Itt az új egyházi esztendő rajta kezdjük el a tanítást. A tanításban való jártasság, a Krisztus ismeretét, hogy meg egy élet nem elég, hogy megtapasztaljuk, hogy ki a Krisztus. Öltsétek magatokra Jézus Krisztust, így folytatja a Szent Pál. A friss keresztényeknek, akik hihetetlen lelkesek, és az életüket is áldozzák a kereszténységükért. És azt mondja nekik, hogy most öltsd magadra, pedig amikor megkereszteltek téged, mondja a Szent Pál, ugyancsak Szent Pál, hogy hiszen akik megkeresztelkedtünk Krisztusra, azt mind Krisztus töltöttük magunkra. Ontológiailag, lényegileg, a lélekben. És az élet ezt követi. Ezt sükrözi el. Hasonlással vagyok-e Krisztusra. Messze elmaradt akkor is, és messze elmaradt mind a mai napig. Még a szentek is panaszkodhattak, hogy messze elmaradok, soha nem érem utol Krisztusra. Egészen az utolsó pillanatig, még a vértanú halálban is azt kellett mondja, hogy én
igaz, hogy meghalok érte, és ez a legnagyobb szeretet, de mégis messze elmaradok tőle, mert én a szenvedésben és a halálban is Krisztussal együtt vagyok, és ő viseli a nagyobb részét ennek az egésznek. Nekem csak a kisebb részét adja, mondta egy vietnámi mérnök a 19. században a halál mellett, a birtokolán. A mester velem. Soha nem érjük utol. El kellene kezdeni a növekedés. Krisztus ölteni magunkra az életünkbe, hogy amit megkezdeti a szenvedésével, halálával és föltámadásával, és a kereségben befut lélekben, az kiteljesedjen az életemben, hogy harcoljak a hittel, a reménnyel és a szeretettel, hogy a másik harc az megszűnjön, amitől félünk, hogy háború lehet, hogy valóban egyetemes béke legyen, és ennek egyetlen egy segítője van, vagy megvalósítója, az egyetemes béke feltétele. Krisztus egyetemes királyság. És mivel ebben a világban ez úgy tűnik, hogy soha nem valósul meg, csak az egyházban, ezért mondja Urunk Jézus, hogy nemzet nemzet ellen támad. Egészen az utolsó napig. Mi azonban az egyházban élvezzük a békét. Rajta. Újítsuk meg hitünket. Ismerjük meg szeretetünket Jézus Krisztus, hogy követhetünk őt a jelenben, hogy megjelenjen a mi számunkra, az adományaival, a lelkünkben, szülessen, és kiállítsuk, hogy jöjjen Uram Jézus.